Sziasztok! A mai videóban arról fogok beszélni, hogy mi az a néhány praktikus tanács, amivel fel tudjátok turbozni a folyadékbevitelt, vagyis a vízfogyasztást, amikre én is így saját magam tapasztalata alapján jöttem rá, és nekem beváltak. Elmondanám, hogy csak miattatok csíptem ki magam, csináltam magamnak frizurát, sminket, fölöltöztem nem otthoni ruhába, hogy így a bezártság ideje alatt is azért minőségi videót tudjak csinálni, úgyhogy egy kicsit talán ezzel is feldobom a kedveteket, a saját magamit mindenképpen. 5 dolgot szeretnék elmondani, hogy mi az az 5 dolog, ami igazából én nekem a vízivás szempontból nagyon fontos volt, illetve nagyon bevált, illetve rájöttem arra, hogy mikre kell az agyamat így átprogramozni, ahhoz, hogy ezt a napi 2-3 liter vizet bevigyem a szervezetembe. Be fogok vágni ide a videóba egy fényképet, ami én szerintem egy nagyon jó és nagyon elrettentő példa, ami azt mutatja, ez a bizonyos 2 alma fotója, hogy mit tesz a szervezetünkkel, a bőrünkkel, a belső szerveinkkel az, hogyha nem kap elég folyadékot, nem kap elég vizet. Azon túl, hogy ilyen aszott lesz a bőrünk, és tényleg ráncosodunk, és nem tesz jót a bőrünknek, a szépségünknek az, hogyha nem iszunk elég vizet, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a belső szerveinknek is iszonyatosan fontos a vízivás. Gyerekek, itt fújja a hajamat a szél. Na mindegy. Budapest, a hajam még mindig tart. Na, de komolyra fordítva a szót. Szóval megvan adva ugye, hogy testsúly kilogrammonként mennyi vizet kell inni, naponta ugye többször, ezt rendesen elosztva. Na most nekem körülbelül ugye ilyen 2-3 liter folyadék a minimum. Tehát én a diétám előtt egyáltalán nem ittam vizet, tehát örültem, hogyha naponta mondjuk egy pohár vizet megittam. Mostanában már azért a 3 liter simán megvan, de hogyha egy kicsit odafigyelek, akkor sokkal több is, tehát akár 4 liter vizet is simán megiszom, és semmi bajom nincs tőle, nem kell vécére rohangálnom, de erről is majd mindjárt fogunk beszélni. Az első fontos dolog, amit úgy gondolom, hogy az agyunkban így át kell programozni, hogy ne várjuk meg, amíg szomjasak vagyunk, ne várjunk arra, hogy szomjasak legyünk, ezt nagyon sok mindenkitől hallom, nem vagyok szomjas, akkor minek igyak? Hát igenis inni kell. Tehát ez olyan dolog, hogy ha nem fuldoklunk, akkor is veszünk levegőt, tehát nem kell megvárni, ez a legfontosabb, hogy nem kell megvárni azt, amíg eljön ez az érzet, hogy szomjasak vagyunk. A virágokat is öntözzük, nem várjuk meg, amíg teljesen kiszáradnak, ugyanúgy a szervezetünknek is adagolni kell ezt a vizet, akkor is, hogyha nem vagyunk szomjasak. Második kifogás, amit rendszeresen hallok, hogy jaj, hát, hogy nem iszom annyi vizet, mert akkor állandóan pisilni kell járni. Hát ez a karanténos időszak, ez most tök jó erre, főleg annak, aki ugye otthonról dolgozik, vagy megteheti, hogy otthon van, hogy hozzászoktassuk a szervezetünket a nagyobb mennyiségű vízhez. Az elején természetesen többet kell járni vécére, de ugyanúgy, ahogy a gyomrunk a több ételtől kitágul, ha kevesebbet kap, beszűkül, ugyanígy alakul a húgyhólyagunk is a nagyobb mennyiségű vízbevitelhez. Tehát emiatt nem kell aggódni, az első hétben, vagy az első egy-nehány hétben lehet, hogy úgy érzed, hogy többször kell pisilni járni, de ez gyönyörűen be fog állni a szervezet, és nem kell ezen aggódni, mert tökéletesen, tehát felveszi a ritmust, és nem kell éjszaka óránként felkelni. Én egyébként az elején ezt tapasztaltam, hogy úristen, ha este 8-kor jövök rá, hogy még egy litert le kell nyomnom, és este 8-kor iszom meg azt az 1 liter vizet, akkor persze, hogy este föl kell kelni, és ki kell menni. De hogyha jól elosztjuk napközben, és mondjuk nem estére vagy éjszakára hagyjuk a másfél liter hiányzó vízmennyiség elfogyasztását, akkor simán átalusszuk az éjszakát, a maximum az elején mondjuk egyszer ki kell menni pisilni. Itt jön a harmadik dolog, amit én javaslok, hogy osszuk el a vízmennyiséget a nap folyamán. Én egyébként, majd ezt mindjárt meg fogom mutatni nektek, hogy ugye vagy pohárral, vagy egy ilyen 7,5 decis palackkal, vagy a másfél literes palackot szoktam használni, de az a lényeg, hogy osszuk el ezt a napi vízmennyiséget. Tehát, hogyha tudod, hogy neked 3 liter vizet meg kell innod, főleg mondjuk egy fehérje diéta során a vízmennyiség megnövelése az ajánlott, hogy ezt a bizonyos felhalmozódott karbamidot kimossuk a szervezetünkből, akkor ezt a 3
3 liter vízmennyiséget ne úgy itt meg, hogy egész nap nem iszol semmit, és akkor este úristen még nem ittam semmit, és akkor gyorsan letolod a 2 litert, hanem próbáld elosztani napközben. Tehát ha mondjuk már dél van, és látod, hogy még a te palackodból nem fogyott el csak 2 korty, vagy még csak egy pohár víznél tartasz, akkor bele kell húzni szó szerint, mert az nem jó, hogyha estig várunk a nagyobb mennyiségű vízzel fogyasztásával. Tehát osszuk be jól a vízmennyiségi vását. A negyedik dolog, amit én nem győzök hangsúlyozni, és minden alkalommal elmondom, hogy én szerintem ne ilyen pohárral igyuk a vizet. Tehát most hoztam poharat, hogy emlékezzetek erre, amit mondok. Tehát mondjuk egy ilyen pohár, mondjuk egy 2-2,5 decis pohárból, ugye meg kell inni legalább 10 vagy 15 pohárnyi adagot ahhoz, hogy letoljuk a napi adag vízünket. Na most én tudom, hogy mindenkinek sűrű a napja, tök mindegy, hogy gyerekkel van otthon, vagy a munkahelye miatt, vagy egyáltalán elfolyik a napunk, tehát nincs egy olyan számláló, amivel te majd fogod tudni délben, hogy te most a negyedik pohárral ittad meg, vagy a hatodik pohárral, vagy fú, ez most már a 8. pohár, tehát én állítom, hogy így pohárból iszogatni, mármint úgy, hogy mindig öntöd a csapból, és akkor számlálgatod a poharakat, szerintem ez nem olyan praktikus. Ez a 3/4, tehát 7,5 decis, 3/4 literes üvegpalack, ez is nagyon jó, de például nekem ebből ugye, tehát legalább 4 ilyen palackot meg kell inni, mondjuk ezt már ugye könnyebb megszámolni, tehát hogy most éppen a másodikat vagy a harmadikat iszom, de én van, amikor simán elfelejtem, hogy most 2 ittam, vagy ez a harmadik, vagy ez még a tegnapról maradt. Tehát hogy ez az üvegpalack bár nagyon környezetkímélő, de ugye ez sem mondjuk egy 1,5 literes verzió. Na most, amit én a legjobban szeretek, bár szegény bolygót meg kell menteni, tudom meg minden, de én ezt újra szoktam tölteni. Tehát a 1,5 literes palack, ez azért nagyon jó, mert ebből tulajdonképpen 2 kell meginnod ahhoz, hogy meglegyen a napi vízmennyiséged. Én ezt egyébként nem veszem a boltba rengeteg műanyag palackot, hanem a csap alatt simán után töltöm. Egyébként nekünk van ilyen gallonos vízünk is itthon, körülbelül 15 éve használjuk és imádjuk, abból simán ásványvizet is lehet után tölteni, úgyhogy teljesen praktikus a másfeles palack. Ebben a palackban az a nagyon jó, hogy ugye ha 2-szer kell után töltened, akkor nem kell számolgatnod. Aztán, ha nem műanyag palackból akarsz inni, hanem pohárból, akkor szépen fogod reggel a poharadat, és a kis vitaminjaidat, amikor reggel beveszed, vagy mondjuk az útifűmag héjad után ledöntesz egy pohár vizet, azt már ne a csapból folyast, hanem a műanyag palackodból szépen átöntöd reggel azt az adag vizedet, és akkor megihatod kényelmesen pohárból, mégse a műanyag palackból iszod így a palackból, tehát megvan ez a poharas feeling, de fogod látni, hogy a kis palackodból éppen mennyi fogyott el aznap. És akkor ha látod, hogy ez a palackod dél van, és még az első palackod is eddig teli van vízzel, akkor innod kell, mert különben nem fogod bevinni azt a napi 3 liter vízmennyiséget. Úgyhogy ez a palack ezzel nagyon jó. Mondtam egy korábbi videóban, hogy én egyébként szoktam ide a nyakára egy ilyen befőttes gumit rakni, kékes, zöldet, pirosat, mert akkor tudja a család, hogy az anyának a palackja, és akkor nem iszik belőle senki, és akkor nem keveredik össze, vagy nem öntenek ők maguknak belőle, és akkor így fogom tudni mérni, hogy éppen én mennyi vizet ittam aznap, hol tartok. És az ötödik fontos dolog, amit szeretnék elmondani, hogy sokan jönnek ezzel, hogy de hát, hogy ittam ma már kólát, meg ettem levest, meg ittam teát, ezek jó, meg persze folyadék, meg jól esik, de az a sima szénsavmentes ásványvizet, vagy sima csapvizet kell inni. Se a szénsav, ami a vízben van, se az üdítőitalok, a cukrozott ugye pláne nem, se a leves, se mondjuk egy olyan tea, amit ízesítünk, vagy akár egy bármilyen gyümölcstea, tehát ez nem víz. Tehát ami a belső szerveinknek, a szervezetünknek a legjobb, az a sima buborékmentes víz, akár ásványvíz, akár a csapból kifolyatott víz. Tehát a leves, a kóla, a bubis üdítő, a tea, tehát ez nem víz. Ne számoljátok ezt bele a napvíz mennyiségbe, tehát amikor a reggeli kávét megiszod a forralt vízzel, vagy bedöntöd a kis fehérjességedet a vízzel, ugye, összesékeled, ez nem számít bele a napi víz mennyiségbe. Tehát nagyon fontos, hogy sima, tiszta vizet igyunk, mert ettől fog a szervezetünk épülni, ettől nem fogunk kiszáradni belsőleg,
ettől nem fog a bőrünk összeráncosodni, és hosszú távú egészségünk szempontjából nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő mennyisége vizet igyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Lehet, hogy már milliószor beszéltem a víz témáról, de ez az a téma a vízszeláris zsíron kívül, amit nem lehet elégszer ismételni, úgyhogy ivásra fel, húzzatok bele, húzzátok meg a palackot, és igyatok minél többet. Köszönöm, hogy meghallgattatok, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!